Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is. Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, és még mielőtt belevágunk ebbe a beszélgetésünkbe is, iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket akár az Instagramon, akár a TikTokon is. Mai vendégünk pedig Bazsó Gábor, azaz Karotta, újságíró, műsorvezető, akit a többek között a Total Car-ból is ismeretek. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Részemről a szerencse. Mielőtt még a pályafutásodról beszélnénk, hogyan telnek most a hétköznapok, milyen projektekbe vagy benne? Ha jól sejtem, elég sűrű az időbeosztásod. Igen, utólag is elnézést szeretnék kérni, amiért ugye ezt a megbeszélést is egy néhány alkalommal át kellett tolnunk, vagy beszélgetést. Az alapja az egésznek az az, hogy van egy 2 éves gyerekem, aki már egyébként a második a sorban, van egy nagyfiam is, és a 2 éves gyerek az egy ilyen kiváló alapelfoglaltságot jelent az élet nagy részére, és minden, ami egyébként munkailag rakódik az életre, az erre az alapra rakódik. És akkor ehhez képest vannak azok a dolgok, amik esetleg látszanak kifelé, annak, aki szereti, vagy követi, vagy nézegeti, ami ugye a Total Car-nak a Híradó nevű műsora, amit csinálok egy héten hivatalosan 2-szer, de volt már olyan, hogy egy másik szám jött ki a hétvégén, és egy csomó másik tartalmi természetű projektet viszek, és ezen kívül pedig odahaza időnként csinálunk dolgokat, és akkor ebből néha csinálunk koca tartalmat valahova. És tehát annyira sok lesz ez, mire ez lefordul az egyes konkrét dönyös, nyilván nem sorolom végig, de hogy a mostani nem találkozásaink nagy része az azzal függött össze, hogy az MVM-nek lesz egy Future Talks nevű rendezvénye, amihez megkértek, hogy én csináljak egy filmet egy bizonyos témában, amihez forgatási napok keletkeznek, amik aztán lemondódnak, rossz idő lesz. Hú, de jó lenne fölmenni egy szélerőműre, és ott imbolyogni a szélben, de ha nincs szél, akkor nem megy a szélerőmű, úgy nem vicces, ha nagyon nagy a szél, nem lehet fölmenni. Ha pont jó a szél, de esik az eső, akkor ugye szintén nem lehet, szóval ilyenek miatt egy kicsit kívülről osztódik be az ember ideje, és ezeknek egy részével viszont nem lehet viccelni, hanem el kell dobni mindent, és akkor menni kell, amikor véletlenül pont összeállnak a körülmények. Hogyha azt nézzük, akkor az életednek mindig része volt a kreatív munkatartalomgyártás, és akárcsak azt nézzük, ezt a nyilván mindjárt az elejétől kezdjük az egész történetet, de azért voltál kreatív igazgató, most is folyamatosan kreatív dolgokat kell gyártani. Ezt hogy bírod egy életen keresztül, hogy ennyi új ötletet tudjál, mindig újat tudjál alkotni? Hát a kreativitás szerintem egy szörnyűségesen túl misztifikált fogalom, és egyébként én szenvédesen gyűlölöm is, tehát a kreatív igazgatói pozíciónál kínosabb szerintem nem létezik az egész világon. Én nagyon szégyeltem elővenni a névjegyemet, egy idő után inkább úgy is döntöttem, hogy nincs fiam. Ráadásul nem lehet tudni, hogy mit jelent, ugye? Azzal együtt sem, hogy ez egy csomó területen egyébként nagyon fontos és valós pozíció, csak attól még nagyon idétlenül hangzik. És én kb. 7 éven keresztül a korábban Index néven ismert kiadványnak voltam a kreatív igazgatója, ami egész más asszociációkat kelt, mert az emberek azt hiszik róla, hogy akkor én találtam ki dolgokat, amitől a régi Index mondjuk jó pofa volt, de ez egyáltalán nincs így. Nekem a tartalomhoz semmi közöm nem volt, hanem én pontosabb lenne, ha azt mondanánk, hogy az Indexnek az internetügyi igazgatója voltam ebben az időszakban. Tehát a design osztály, a designokat kódra fordító fejlesztési terület tartozott hozzám, nem az Indexre vonatkoztatva csak, hanem az Index környékén létező csomó másik dologra, a Total Car-ra, a Velvet-re, a Diványra, mindegy, sorolhatnánk hosszan. És azzal és technikai dolgokkal foglalkoztam, és nem volt semmi közöm a tartalomhoz egyáltalán. És aztán azelőtt meg ugyanennek a csoportnak a videó megosztóját, az Inda videót, azt ismerték viszonylag sokan, hiszen kiváló lopott tartalmakat lehetett rajta találni az interneten, hiánypótlóakat, olyan lopott tartalmakat is, amiket máshova nem loptak át annak idején még. És az Indexnek a saját videó tartalmait gyártó Index Videó nevű céget, aminek én voltam a vezetője. Ez igazából úgy volt, hogy az Index Videó alá tartozott az Inda Videó is, amit örököltünk, és akkor azt kalapáltam 3 évig, hogyha így most visszaugrunk egyet az időben, tehát ez volt egyel korábban, mint az általános ilyen internetügyi igazgatósága az Index csoport körül. És ezekben mindegyikben az a közös, hogy ezek közül egyiknek sincs látványos tartalmi kimenete az én részemről,
tehát az Index videók szerintem fantasztikusan menők, és abszolút újszerűek, és meghatározóak, és tartalmilag felforgatóak voltak abban az időszakban. Ez mondjuk így 2008-9-10. De az se az én érdemem. Az én érdemem az, hogy nem ment csődbe az a vállalat akkoriban, miközben ugye a 2008-as gazdasági válságban kellett valahogy egyáltalán megpróbálni összekalapálni, meg működésben tartani. És a későbbi az Index akkori időszakára jellemző tartalmi sikerek se az én érdemem voltak, hanem az, hogy van egy Index design, amiben így el lehetett olvasni cikkeket, és az nem volt idegesítő, meg volt egy Index app, amiben látható méretű betűkkel normálisan struktúrált tartalmat lehetett elfogyasztani, úgyhogy nem voltak irritálóak a benne elhelyezett reklámok, mit tudom én. Tehát, hogy ami messze mind a technikai és a fogyasztási és UX részéhez tartozik az internetnek, és nem pedig a vicces tartalomhoz, az voltam én. De hogy igazából annak is tökre van kreatív része. Tehát, hogy annak, aki nem foglalkozik ezzel, annak sok esetben ezek nem látszanak, meg nem érdekesek, de ha valaki már járt az interneten úgy is, hogy nem csak egy ilyen automatán frissülő videófeedben pöcögteti tovább a következő 37 másodperces darab tartalomra, ami ugye mostanra sajnos a tartalomfogyasztásnak egy elég nagy része lett, ha szabad egy ilyen bácsis megjegyzést beszúrni, de még abban is van azért olyan, hogy valami idegesít a felületen, bár ezek mostanra azért elég jól ki vannak faszázva, de ha valaki még szokott olvasni például az interneten valamit, vagy mondjuk keres, az egy tipikusan ilyen dolog, hogy keresel valamit, a Google-be beírod, és az első 8 dolog, amit látsz, az hirdetés, meg szponzorált link, és eleve tudod, hogy szemét, és meg kellett tanulnod, hogy a szemét, és honnan veszed észre, neki ki kellett mérniük, hogy nem veszed észre, és mész rá mégis a szemétre, mire fizettek, hogy az oldal, ami megérkezik mögötte, az hogyan van úgy struktúrálva, vagy először azt a részét lásd, amin ők keresnek, aztán találkozni nyilván azokkal az elkerülhetetlen izékkel, hogy jó, már mindjárt megtudod, hogy milyen úszógumit szeretnél vásárolni a gyerekednek, csak előbb iratkozz fel a hírlevélre a 10% kedvezményért, meg okézd le a cookie consent-tel, hogy követhetnek az interneten, onnantól kezdve örökre akármit csinálsz, akárhova mész, akármit csinálni. Mindegy, a végtelenségig lehetne ezeket darálni. Szóval valójában az internetes UX az egy tök fontos terület, amitől nyomorúságos lesz az életünknek egy része, hogyha rossz, és jó, hogyha jó. És ugyanez van mondjuk az autók felhasználói felületeivel, és ami ugye mostanra szintén döntően digitális, és egyébként szintén egy rohadt érdekes téma, hogy mindenki tudja, akinek van viszonylag modern autója, hogy alapvetően idegesítővé tudja tenni azt a felhasználását, hogyha ez rossz. Úgyhogy ezen a területen is lehet kreatívkodni, ha úgy tetszik, meg amikor ennek egy része lefordul valamilyen hagyományos értelemben inkább az ilyen szakmai vagy mérnökinek tartott területre, az is olyan, hogy ott is az is vidám gondolkodás, amikor az elektromosra alakított Porsche-t csináltuk, és rendes mérnökölős meetingek voltak 4 órán keresztül, még a Covid időszakban ráadásul ilyen távértekezletkék, és kurva jó érzés volt benne kitalálni dolgokat, ugyanolyan, mint amikor az ember azon gondolkodik, hogy hogy lehet vicces videót csinálni a Bálna Merciről, úgyhogy abban jó pofa dolgok történjenek, és pont ugyanazokat az izmokat kell hozzá feszegetni az agyban. És szerintem így aztán nem érdemes ezeket külön szedni, amikor tartalomra próbál az ember jó pofa dolgokat kitalálni, azt szokás kreativitásnak hívni, és azt mindenki azt hiszi, hogy az az. De valójában, amikor bármikor megpróbálsz valamire kitalálni valami jó pofa megoldást, nem azért, mert lemásolod, hogy csinálja más, hanem mert gondolkodsz, hogy lehetne jól, és végül kisül bőle valami, az mindaz, és ezektől szórakoztató egy munkanap. Szóval szerintem ez nem ez a nehéz, hanem az a rossz, ha más milyen jellegű munkát kell végezni, vagy máshogy kell élni, hogy sokkal könnyebb így. Tehát akkor ezzel azt akarod mondani, hogy te azt csinálod, amit valójában szeretsz. Hiszen akkor ezzel azt mondod, hogy ezért tényleg azt lenne rossz így kreatívan forgatni és csinálni, amit az ember igazából annyira nem is tud magáénak. Ez teljesen így van. Én ugye nagyon sok mindent csináltam az elmúlt 22-3 évben, ami... Akkor ez kezd az elejéről. Hát a legelején, amíg az első ilyen rendes állásszerű állásom volt, az egy public relations cégnél volt, és public relations junior tanácsadó, majd tanácsadó voltam, majd aztán megörököltem a digitális területet ott a 2000-es évek előtt nem sokkal,
ugye akkor kezdődött az, hogy a cégeknek egyáltalán legyen internetes jelenlétük például, mert ez nem volt magától értetődő, de ugye ezen a ponton nem, hogy nem volt mindenkinek okostelefonja, nem az okostelefon nem létezett. Az otthoni internet hozzáférésre a magyarországi háztartásokban lényegében nem létezett, a céges internet is akkoriban indult, tehát általában a munkahelyek nagy részén is úgy volt, hogy először lett egy darab kijelölt számítógép, ami valamilyen modemmel rá volt csatlakoztatva az internetre, és akkor ilyen előtte leülési percekért verekedtek egymásra az alkalmazottak, mert volt, akinek a munkájához kellett volna valamiért, nagyon valaki más meg mondjuk az akkori ős index vagy internettó még fórumaiban szeretett volna ilyen flörtölni, mindegy. Szóval ott dolgoztam először, ami egy nagyon hasznos időszak volt valójában, részben azért, mert ott a mindennapi munkában pont a kreativitásra viszonylag szűkebbre szabott, vagy ilyen szabályozottabb keretek voltak. De ugye egy PR cég azzal foglalkozik, hogy az ügyfeleknek vannak valamilyen típusú kommunikációs céljai, és most ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az ügyfel egyébként jó fej vagy rossz fej, a világ megmentésén vagy tönkretételén fáradozik, hogy egyébként szeretjük vagy nem szeretjük az ügyet, amit képvisel, ez most mind mindegy. Az a lényeg, hogy valamit szeretne mondani valamivel kapcsolatban, vagy mutatni magáról valamivel kapcsolatban, és akkor ezek a kommunikációs szakemberek, akik a PR cégeknél dolgoznak, azok azt próbálják összeszedegetni, hogy ehhez egyrészt milyen típusú üzenetek tartoznak jól, másrészt azokat milyen csatornákon és milyen formában érdemes megfogalmazni ahhoz, hogy az így jól átmenjen. És ennek a legmagasabb színvonalon művelt része most, hogyha valaki így kinéz az ablakon, az a kormánynak a jelenlegi propaganda tevékenysége, ahol ugye pont az történik, hogy nekik vannak bizonyos céljaik, ahhoz hozzárendelnek egy végtelen büdzsét, ugye, és egy ennek megfelelően végtelen eszköztárat, és az eredmények igazolják, mármint az, hogy ők népszerűségi szempontból, meg választási szempontból mit érnek el, az méri vissza azt, hogy ez a tevékenység az sikeres volt-e, vagy nem. És nyilván, aki elég üreg ahhoz, hogy emlékszik arra, hogy miket mondtak már, akár most mindegy, hogy a jelenlegi kormányra gondolunk, vagy bármelyik másikra, mert itt most a szakmáról beszélünk, és nem a konkrét szereplőkről, hogy azt pontosan tudja, hogy a politika olyan természetű, hogy az üzenetek tök sokszor drasztikusan akár átfordulnak az ellenkezőire bizonyos dolgokkal kapcsolatban, kicsit át lesznek fogalmazva, és valahogy mégis át tudnak menni, és mind ilyen kommunikációs munkaként rohadt érdekes tud ez lenni. És amikor az ember cégnek csinál ilyet, mint ahogy mi akkoriban nagyobb részt ugye egyáltalán nem foglalkozott a Hillen Norton akkoriban politikával, nekem az én ügyfeleim között meg végképp nem volt semmi ilyesmi, de ettől még az volt, hogy meg kellett próbálni kitalálni, hogy lehet érdekesen, vagy legalábbis befogadható stílusban kommunikálni egyébként nem biztos, hogy feltétlenül sokak számára érdekes témákról, és annak van szakmai szempontból jelentősége. Hogy meg tudsz-e írni egy dologról úgy egy sajtóközleményt, mondjuk egy brit energetikai cégnek a beruházásáról, ami egy gázerőművet hoz létre Csepelen, hogy egy konkrét példát mondjak régről, hogy abból lehet-e olyan sajtóközleményt írni, ami elég érdekes ahhoz, hogy legyen esélye arra, hogy a sajtóközleménynek fontos részei bekerüljenek az újságokba, anélkül, hogy azt korrupció vagy könyörgés és egyesével telefonálgatás útján kéne valakinek kibuliznia. És nyilván az ügynökségi munkának az is része, hogy ha nem, akkor maradnak ezek az előbb említett eszközök, a korrupció természetesen csak viccből mondtam, hogy ezek teljesen más üzleti alapú elszámolások. Szóval azt csináltam, és közben meg nyilván nagyon szerettem az autókat, és olvastam, meg néztem mindenféle autós tartalmakat. De akkor az itt megszerzett tapasztalat végül akkor később az újságírásban is jól jött meg, amikor az autókat kellett mondjuk ismertetned, vagy eladnod az embereknek, akkor... Részben, igen, de ebből a szempontból kevésbé, abból a szempontból sokkal hasznosabb volt a tapasztalat, hogy nagyon jól megtanított ezeknek az ilyen típusú szakmailag előkészített kommunikációs anyagoknak az olvasására, mert nagyon sok ilyet írtam. Tehát, hogy megvan, hogy milyen szófordulatot használunk akkor, amikor úgy próbálunk mondani valamit, hogy igazából azt mégse lehessen számon kérni rajtunk, de jól hangozzon. Megvan, hogy mi az, amikor egy fontos feltételes móddal azt fejezzük ki, hogy valamire igazából nem kerül sor, csak azt mondjuk, hogy akár úgy is lehet, fogyaszthat akár 7 litert is, amivel igazából azt állítjuk, hogy nincs az az Isten, hogy neked 7 litert fogyasszon, de valójában valahogy el kell hangoznia a fontos 7 liternek, mert úgyis a konkrét szám fog megragadni a vevő fejében, és a végtelenség lehetne folytatni ezt a sort, szóval ezt
ezt ismertem jól, és az egy kicsit segített. Főleg azért, mert amikor valaki pályakezdőként jön bele az újságírásnak hívott, régen újságírásnak hívott szakmában, amit ugye mostanra már azért kevesebben hívnak így, akkor ő mindig abban a helyzetben lesz, hogy azok, akiknek a dolgaival foglalkozik, tehát hogyha ezek tárgyak, tök mindegy, hogy valaki a tech területen dolgozik, vagy autós területen dolgozik, vagy szépségipari területen dolgozik, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy általában, ha onnantól kezdve, hogy valakinek a tárgyaival, vagy a szolgáltatásaival, termékeivel, a szolgáltatásaival foglalkozik, akkor az egyik oldalon egy baromi felkészült, nagyon alaposan végig gondolt és jól megfinanszírozott kommunikációs gépezettel áll szemben, vagy fogalmazzunk úgy, hogy azokkal van kapcsolatban. És a másik oldalon, akikhez pedig beszél, azok meg ugye az egyszeri emberek, az úgynevezett fogyasztók. És akkor egy tök nagy kérdés, hogy aki ennek a közepén van, az hogy definiálja a saját szerepét ebben. Hogy van, aki úgy definiálja, és Magyarországon, amikor a Total Care elkezdődött, ez volt az általános, amit most mondok, hogy ő tulajdonképpen egyfajta tolmács, aki bekapja az információkat a szakma felől, a cégek felől, az autógyárak felől, az autógyárak képviseletei, forgalmazók, importőrök, kereskedők, a szakma felől, és abból előállít egy tartalmat a saját eszköztárával, amit beletesz az újságába, és ennek az az eredménye, hogy az emberek megismerik azokat a termékeket, és megvásárolják. Tehát segíti tulajdonképpen azt a folyamatot, ami a piacra teszi a terméket, és ha kritikával ír a termékkel kapcsolatban, azt nagyobb részt inkább csak azért teszi, hogy egyrészt jelezze, hogy azért így, ő is egy kicsit azért így valaki, másrészt meg azért teszi, hogy a segítsen egy picit így jobban megtalálnia a helyét a terméknek a piacon. Tehát, hogyha tudja egy autóról, hogy a hátsó ülés sor annyira szűk, hogy nem lehet beszállni, akkor próbálja ezt úgy megfogalmazni, hogy ne az derüljön ki, hogy az autó szar, hanem az derüljön ki, hogy olyan embernek ideális választás, aki egyébként nagyon szeret sportáskát szállítani a hátsó ülésen, de utálja, ha ülnek mögötte, mert nem szereti, hogyha hátulról szólnak hozzá. És a országonként, illetve hát inkább azt mondanám, hogy ilyen kulturális régiónként eltérő volt, hogy a sajtó hogyan végezte a munkáját az autós területen. Volt, ahol ez az ilyen nagyon kooperatív támogató jellegű volt, ami most elmeséltem, és a magyar akkoriban, amikor mi ezt elkezdtük, tehát az ezredforduló környékén, az ehhez volt nagyon közel. És akkor azt, hogy ezt milyen stílusban csinálja, mert ugye ez az attitűd, és akkor a stílus ennek az egésznek, az meg szintén egy nagyon széles skála tud lenni. Az egyik az a nagyon úgynevezett szakmai, amikor igyekszünk azt a kommunikációs eszköztárat használni, amitől úgy tűnik, mintha mi nagyon értenénk a dolgokhoz. Tehát de közben azért nehezen is fogyasztható emellett. Így van, nehezen fogyasztható, mert ha ilyenkor mindig érdemes megvizsgálni, hogy milyennek az egésznek a funkciója. Tehát nincsenek, nem véletlenül vannak leírva szavak, meg nem véletlenül mond el valaki valamit bizonyos szavakkal, hanem annak mindig oka van, főleg azokban a műfajokban, ahol nem élő a kimenet, hanem van idő foglalkozni bele. Tehát egy vágott videó, vagy beszélgetős tartalomnál, vagy egy cikknél, pláne úgy az írottnál végképp ilyen, hogy nagyon sokféleképpen meg lehet valamit fogalmazni, tehát nem véletlenül vannak pont azok a szavak egymás mögé írva. És az ilyen típusú, nagyon szabatos, nagyon szakmainak hangzó szövegnek, annak mindig okai vannak. A legritkább esetben az, hogy az ténylegesen szabatos legyen, mert arra igazából általában nincs szükség. Ugyanis a technikai szabatosság túloldalán kétféle embert képzelhetünk el, most a két távoli végletet nézzük meg, vannak azok, akik nagyon értenek hozzá. Azok nem szorulnak rá, tehát annak nem muszáj azt írni, hogy agregát, meg lengés csillapító feltétlenül, mert igazából, ha azt írod motor, tudni fogja, miről van szó. Így érti, hogy kb. Mit akarsz. A másik véglet az a kifejezetten átlag ember, aki belebotlik egyébként a tartalmatba, vagy azért, mert egy kicsit érdeklődik, de nem nagyon, vagy azért, mert egyébként szüksége van pont az adott pillanatban azzal kapcsolatosan valamilyen információra, mondjuk venni autót, de nem autóbuzi, csak muszáj autót vennie, és megpróbálna vásárolni egy normálisat. És ezeknek az embereknek az összes ilyen kifejezés, tehát a túlszabatos kifejezések, azok
mind nehezebben befogadhatóvá, unalmasabbá teszik, plusz azt fejezik ki, hogy így el van tolva. Hogy ő igazából neki ez nem való, hiszen nem érti különösebben, és így egy kicsit érezze is magát jól, vagy rosszul emiatt. Tehát valójában a nagyon erőltetett szakmaiaskodó szabatosságnak egy igazi funkciója van, hogy olyan, mint egy ilyen mankó annak, aki használja, és így rá tud támaszkodni, és azt tudja vele mutatni, hogy bassza meg, én így vagyok valaki, én tényleg értek ehhez, hiszen hát így nem írom azt, hogy robbanó motor, hanem azt írom, hogy négyütemű ottó motor, vagy belső égésű motor, és akkor én már így, és ezzel kifejeztem, hogy akkor én így ehhez értek. Engem ez szörnyen dühített a nulladik pillanattól kezdve, mert szerintem ez egy ilyen komikus álca, tehát ez olyan, mint nem tudom, a legrosszabb fajta ilyen, nem tudom, mint a komikusan nyakba tolt melleg a push-up melltartón, ha szexista természetű hasonlatot akarunk mondani, vagy mint a zoknival teletömött alsónadrág, hogyha egy másik irányú szexista hasonlatot akarunk mondani, tehát hogy valójában ennek nincs köze ahhoz, hogy milyen belső értékei vannak az adott darab tartalomnak, hanem csak így akarja magát mutatni valaminek. De akkor a Total Car-nak ez volt az egyik titka, nem? Hogy mind a kettő réteget meg tudtátok szólítani, és mind a kettőnek az igényeit ki is tudtátok szolgálni. Nem, a Total Car titka pont az volt, hogy mi nagyon erősen beleszartunk ebbe. Tehát, hogy az történt, hogy a Total Car-t lényegében a Jóisten kegyelméből részben, és a Winklernek a nagyon jó újságírói ösztöneiből nagyobb részben, úgy szedődött össze a csapat az elején, hogy azok az emberek, akik elkezdtek nálunk dolgozni, azok viszonylag magyarázatigény nélkül, mert eleve próbáltunk olyan embereket összeszedni, maguktól is értették, hogy mi nem ezt akarjuk csinálni. Tehát, hogy ide olyan emberek jöjjenek újságot írni, akik nem tolmácskodni szeretnének a szakma és az egyszeri felhasználók között, meg nem értékesítési segédletet nyújtanak, hogy a mi ügyfelünk, ha így tetszik, az nem a szakma. Tehát nem az autóforgalmazók a mi ügyfeleink. Azzal együtt sem, és ezt rengetegszer, tehát ezt iszonyú sokszor lefolytattam ezt a beszélgetést az elmúlt 23 év alatt, hogy habzó szájjal az elején, amikor nagyon új volt, akkor tényleg őrjöngésig menő veszekedések voltak ebből, hogy ha mi leszarozunk egy autót, azzal sok milliós vagy 10 milliós veszteséget, vagy 100 milliós, most tök mindegy, tehát hogy bármilyen számot mondhatunk mögé, az lényeg, hogy nagyon sok pénzben mérhető kárt okozhat egy olvasott sajtótermék. Miközben a bevételeinek a nagy része, a sajtótermék bevételeinek a nagy része, az meg a hirdetési pénzekből jön azoktól. Tehát hogy lehet beleharapni abba a kézbe, ami igazából etet? Ez volt az attitűd. És ez elsőre is felületesen valójában egész érthetőnek hangzik, tehát hogy mintha lenne ennek egyfajta logikája. De a valóság ezzel szemben az, hogy az én felfogásom szerint, és most nyilván ez nem kötelező mindenkire, az én felfogásom szerint, ez nem így működik, és nem is szabad így működnie, hanem az én ügyfelem igazából az olvasó. És az én feladatom az, hogy az olvasónak állítsak elő olyan tartalmat, ami A. szórakoztatja, tehát nem úgy érzi, hogy szívességet tett, vagy így valahogy átrágta magát egy kásahegyen, hanem hogy elrepült vele az idő. B. az egyetlen szempontom az az, hogy azokat a dolgokat mondjam el valamiről, amik szerintem fontosak és igazak róla. Ami nem ugyanaz lesz, mint ami valaki más szerint lenne fontos és igaz, mert ez egy másik ember. De ha eléggé egyértelmű az én szempontrendszerem, vagy azért, mert ez régóta megismerhető, vagy azért, mert eleve úgy fogalmazom meg, akkor ő el tudja dönteni, hogy szerinte jó fej vagyok, és egyetért velem, mert ő is, neki is ezek a dolgok fontosak, vagy egy hülye fasz vagyok, akinek tök más fontos, mint neki, de legalább érti, hogy ha az van, hogy én egy ilyen hülye gyerek vagyok, aki mindenhol veretni akarok egy, nem tudom, egy diesel Ford Fiesta-val, és aztán arra panaszkodom, hogy 4300-nál kimegy belőle az erő, akkor ő így el tudja rakni fejben, hogy nyilván ez egy hülye, de ettől még megvan neki, hogy 4300-nál kimegy belőle az erő, és egyébként azt is tudomásul vehető, hogy kit érdekel, hiszen életében nem akarná, miért forgatna valaki egy dízelautót 4300 fölé, hogy ez egyébként egy idióta. De bele tudnak kerülni a fontos információk, és nekem semmi más feladatom nincs, mint hogy ő ne járjon rosszul, és közben érezze magát jól. Ez a sajtómunkás feladata szerintem. És aztán a másik irány, tehát a szakma felé, vagy a, úgy tetszik, a hirdetők felé, ott a következő a valós felállás. Ha én jól végzem a feladatomat, akkor egyre többen fogyasztanak, olvasnak, néznek, hallgatnak, követnek engem, és elhiszik, amivel találkoznak. És a lehetőségük nekik az az, hogy vásárolhatnak a
e körül, a hiteles tartalom körül egy dobozban valahány pixelt, amiben beletesznek, amit gondolnak. Ezek a hirdetések. És ha nálam veszik meg, akkor olyan emberek elé tesznek hirdetést, akik éppen egy olyan helyen vannak, ahol nagyobb részt elhiszik, ami van, mert általában nem szoktak nekik hazudni, akiket így ismerősnek, meg jó fejnek tartanak, azért járnak oda rendszeresen vissza, és ezért érdemes eléjük nálunk tenni tartalmat, vagy a hirdetést. És nem azért, mert mi itt egyébként azt írjuk köré, amit ők szeretnének. Tehát ne azért rakja oda a Volkswagen Charan hirdetést, mert nálunk az lesz a Charan tesztben, hogy az egyterű újrafeltalálása, forradalmasítása és a legmagasabb szintű végrehajtása, ami valaha létezett, hanem azért, mert nálunk az lesz leírva a Charanról, hogy egy közepesen jellegtelen, hátul meglepően szűk izé, de egyébként tudjuk róluk, hogy nem szoktak szétesni az elmúlt 7-8 évben, és ismerünk olyat, aki kurva hosszan használta és szerette a saját magáit, bla 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 bla. És ezért jó eséllyel tehát az alap attitűdje a fogyasztónak, aki nálunk van, az olyan, hogy nagyobb részt elhiszi, nyitottabb az egész felé, és ezért sokkal jobban működnek ezeken a helyeken a hirdetések akkor is, ezek kimért dolgok, hogyha egyébként a tartalom nem a hirdetésnek a továbbadására van. És a mi sikerünk vagy kudarcunk az azon múlott, hogy nyilván erre úgy reagált az akkori autószakma, tök érthetően, hogy nem úsztunk a hirdetési pénzekben, és akkor még finoman fogalmaztam. És én ugye akkoriban ön voltam az ügyvezető az első 7 évében a Total Car-nak. Igazából én a harmadik ügyvezetője voltam a TC-nek, de az első kettő annyira kevés hónapot ügyvezetett, hogy, hogy tehát az első ilyen sok éves az én voltam. És az én időmnek biztos, hogy legalább 30%-a az ennek az ügynek a menedzselésével telt. Tehát a hirdetőkkel való beszélgetésnek, ennek az elmagyarázásával, a tűzoltással, a bírósági eljárások elfolytásával, mielőtt oda kéne menni, a mégis oda kell menni, és akkor ott így. Tehát nagyon sok dolog idő ment el ezzel. De emellett viszont nagyon sokszor megjelentél, ugye a televízió műsorokban volt utána rádió csak az látszott műsorotok. Kifelé. Igen. Igen. Meg volt a szerző, szerkesztő, így nem volt túl sok minden egyszerre. De ez iszonyú sok volt. Tehát ez borzasztóan sok volt. Viszont ez szokás azt mondani, hogy ha az ember azt csinálja, amit szeret, akkor nem érzi úgy, hogy dolgozik. Na ez lenne nekem, bocsánat, egy ilyen kérdésem, hogy nyilván azt látjuk, hogy azért nem feltétlen autós témákkal foglalkoztál a kezdetek során. Milyen életfilozófia vezetett arra, hogy eldöntötted, hogy te azzal foglalkozol a jövőben, amivel szeretsz, és azóta is gyakorlatilag ebben látunk téged kiteljesedni? Nem volt életfilozófiám, és másnak is azt ajánlom, hogy ne legyen, mert szerintem nagyon nehéz úgy élni, hogy az ember előre így kitalál dolgokat, tehát hogy az élet nem egy projekt, aminek meg tudod határozni a célfüggvényeit, és akkor ahhoz így hozzárendelsz eszközöket, meg erőforrásokat, és akkor így végigmész rajta, és lépésenként visszaméret értékrend alapján. Fontos hozzátennem egyébként azt is, hogy azzal sincs semmi bajom, ha valaki tud így élni, és éljen így. Tehát ez egy létező megközelítés az életnek, inkább úgy fogalmaznék, hogy én nem így működöm. Szóval nekem nem volt erről semmi előre a fejemben. Én a Hillenoltonnál egy idő után unatkoztam nagyon, plusz van egy olyan típusú, vagy volt egy olyan típusú rossz érzésem, hogy amíg olyan típusú kommunikációval foglalkozom, aminek a célja nem az, ami szerintem jó, hanem az, hogyha jól végzem a feladatomat, akkor a megrendelőnek, amik ugye általában nagyvállalatok voltak, annak a bizonyos célkitűzéseihez segítek közelebb jutni, amikkel egyébként nem is biztos, hogy ilyen különösebben szimpatizálok, vagy egyetértek, hogy az így nem inspiráló egy idő után. És megint azt mondanám, hogy én nem ítélek el senkit egyébként, aki a kommunikáció szakmában dolgozik, mert ennél sokkal trébb munkakörök is vannak, és ezt is lehet úgy csinálni, hogy igenis legyenek, tehát hogy ebben is vannak jobb és rosszabb megoldások, rokonszenvesebb és kevésbé rokonszenves, őszintébb és kevésbé őszinte megoldások. Inkább csak azt mondom most így saját magamra visszatérve, hogy én 3,5 év után elkezdtem elvágyódni ebből a környezetből erősen, de semmiféle elképzelése, tehát nem az volt, hogy én tudtam, hogy majd én szeretnék egyszer alapítani egy nagy menő autós média birodalmat, hanem csak elvágyódtam ebből, és nem is én alapítottam így aztán meg a nagymenő autós médiabirodalmat, hanem az Index
akkori főszerkesztője, az Új Péter és egy haverja beszélgetéséből pattant ez ki tulajdonképpen. És első körben az Index és a Fornax nevű IT cégnek a közös finanszírozásában alapult meg 2000-ben a Totálkár, aminek az első ügyvezetője se egy autós illető volt igazából, hanem szintén egy ismerős, akire akkor éppen rámerték bízni ezt. Aki viszont megtalálta a főszerkesztőnek, azt hiszem, az nem az, mintha az nem az ő húzása lett volna, hanem az Új Péter ötlete volt. Az Új Péter ismerte a Winklert régről újságírásból, és akkor megkérte a Winklert, hogy vállalja el az autós internetes kiadványnak a főszerkesztését, amihez ugye hozzá kell tenni, hogy ez 1999, igazából ez már azt hiszem talán 2000, az elindulás az biztos, hogy 2000, azt nem tudom, hogy az első beszélgetések azok így átlógtak-e az ezért forduló másik végére, talán nem. Szóval nyilván a hallgatóinknak egy markáns része egyáltalán nem élt ebben az időszakban mégsem ennyire. És akkoriban egy ilyenbe beleugrani azért egyszerre egy sokkal komolyabb és kockázatosabb, és egyben egy teljesen súlytalan dolog is volt a mához képest, mert ez egy lényegében nem létező dolog volt. Tehát, hogy ma ez úgy hangzik, mintha egy fontos, meghatározó média cég megbízott volna valakit azzal, hogy a legnagyobb és legfontosabb média területre, ami az internet hozzon létre valamit. De hogy ez 1999-ben egyáltalán nem ezt jelentette, hanem azt jelentette, hogy egy nagyon kevesek által ismert, bizonytalan, egyébként nagyrészt lenézett Magyarországon nem létező, aprócska elérésű terület maga, tehát nem az Indexet, a régi Indexet szarozom, a régi Indexe maga korábban egy fantasztikusan menő és rohadt meghatározó dolog volt, csak azt mondom, hogy hát ezen a ponton 7% környéki volt az internet penetráció Magyarországon körülbelül. Tehát 100 emberből 93-nak semmilyen hozzáférése nem volt, és akkor azt képzeljük el, amikor az ennyire picike interneten egy vállalat azt mondja, hogy akkor ő csinál egy al-al kiadványocskát egy olyan területre, ami aztán eleve az embereknek csak egy kicsi részét érinti, vagy érdekli. És akkor a Winkler ebbe belement, bár nagyon húzódozott mondván, hogy ő nem szakember ennek a témának, csak egy-két autótesztet írt életében a Magyar Narancsba akkoriban, és annak se lett jó vége. És a végül azért ment bele egyáltalán az egészben, mert egyrészt az Új Péter unszolta, másrészt meg arról volt szó, hogy akkor ő csinálhat profi box mellékletet az Indexnek az autós mellett, ami viszont az autók ellentétben őszintén érdekelte. És akkor úgy kezdődött, és aztán az volt a Winklernek egy kurva jó húzása itt az elején, hogy mivel ő is szarnak tartotta az akkori autós kiadványok jelentős részét a korábban már érintett okokból, ezért nem autós újságírókat akart nekiállni összevadászni, hanem elkezdte turkálni, az Indexé volt a legnagyobb fórum közösség akkoriban, és az Index Automotor fórumjában lévő topikokat, a nagyobb topikokat elkezdte olvasgatni, és megnézte, hogy azok között vannak olyan felhasználók, akik látszólag értelmesen tudnak valamiről írni. Mert hiszen abból ez kiderül, az összes fontos újságírói kvalitás kiderül ebből, mert csak oda ír valaki, tehát egy fórumban csak olyan ember ír, aki őszintén érdeklődik az adott dolog iránt magától belülről, hiszen nem kap érte semmit, tudod, tehát az nem egy fizetés, hanem akkor pöcsölsz egy, nem tudom, egy második világháborús repülőgép makett építés fórumnak az Airbrush altopikjában, hogyha te őszintén nagyon szeretsz ezzel foglalkozni, tehát rögtön megvan egy garancia arra, hogy az illető tényleg érdekli. Kiderül, hogy érte hozzá, és kiderül az is, hogy tud-e szórakoztatóan írni magától. És akkor azeknek az illetőknek, akik ennek megfeleltek, azoknak elkezdett leveleket, mármint ilyen direkt üzeneteket küldeni, hogy nem érdekli őket ez cikkek formájában, és én is kaptam egy ilyet. És akkor mondtam, hogy de, és úgy találkoztam vele először. Azért ennek egyébként az evolúciója, ahogy szépen tovább haladunk, mert azért tegyük hozzá, hogy fogy az időnk. Azért az lett, hogy gyakorlatilag a magyarok, ha fogalmazhatok így, a magyarok top gírje lettetek ti a Winkler Roberttel. Tehát én is emlékszem abban az időből, amikor hát én akkor még gyerek voltam, és néztem a tévébe a Totálkárt, és akkor együtt gyakorlatilag egy szimbiózisban folyamatosan elemeztetek autókat. Milyen volt akkor a kapcsolatotok, illetve milyen azóta? Nagyon jó volt a kapcsolatunk. Lényegében élettársak voltunk, azt hiszem az írja le a leginkább, mert
ahogy éreztétek is magatoktól is, tényleg elmondhatatlan mennyiségűt kellett az elején dolgozni. Tehát 2000-ben kerültem én a TC-hez, ugye abban az évben is indult, és akkor volt másfél olyan év körülbelül, ameddig azzal foglalkoztunk, hogy hogy kell megpróbálni az internet, az akkori nagyon picike interneten életben tartani egy autós kiadványt, és akkor 2002-ben kezdtük el a tévéműsort, egyszerűen azon az alapon, hogy az akkori TV2-től a Schwabi megkérdezte, aki egyébként szerette olvasni a Total Cart, nem ismertük egyébként egymást, és betelefonált a szerkesztőségbe a rendes ilyen vezetékes telefon, hogy ilyen dolgok voltak még akkor, hogy nem próbálunk-e meg ebből csinálni egy tévéműsort, és akkor megpróbálunk tévéműsort csinálni belőle, ami végül nyilván abban az értelemben nem nagyon messze volt a Top Gear, minden értelemben nagyon messze volt a Top Gear-től, de az a része talán az is ebből a szempontból fontos, és ezért szokott talán ez a párhuzam másokban is megszületni, hogy a Top Gear-ben is elsősorban az volt messze a legjobb, hogy úgy érezted, hogy akik benne vannak, azok jól érzik közben magukat. Igen. És mi is jól éreztük közben magunkat, és hogy azt próbáltuk benne átadni, amit az adott pillanatban éreztünk az adott autó körül. És ez volt szerintem egy tök fontos része a mi munkánknak mindig is, hogy ahhoz, hogy bármiről, és nekünk történetesen az autó jutott, de hogy ahhoz, hogy bármiről úgy tudj beszélni, hogy az valakikben nyomot hagy, ahhoz egyrészt nyilván fontos, hogy kell mondani róla fontos, érdekes dolgokat, amikkel intellektuálisan így tud mit csinálni. De közben ennél sokkal fontosabb az, hogy meglegyen az, hogy érzelmileg kapcsolatot tud teremteni veled. Tehát, hogyha te egy távolságtartó, kimért, de szakmailag rendkívül korrekt illető vagy, akkor valójában mély benyomást nem lehet tenni az emberekre, mert az emberek nem erre reagálnak egyszerűen. Tehát úgy vagyunk programozva, nem tesz senki se tehet erről, ez egy ilyen az ember, hogy messze túlnyomó részt a nonverbális ingerekre és az érzésekre reagálunk bármilyen típusú interakcióban, és sokkal kevésbé az ott konkrétan elhangzó szavakra, betűkre, tök mindegy. És hogy mi nem dugtuk ezeket el, hanem mi beleálltunk abba, hogy azt mondjuk a dolgokról, amit gondolunk, hogy az látszik a fejünkön, amit érzünk az adott pillanatban, és ettől egy ilyen nagyon sokszor kaptuk meg, hogy olyan volt minket nézni, mintha te beültél volna egy autó. Hát ez tulajdonképpen ugyanaz, mint amit én is csinálnék. Igen. És hogy ebben volt sokszor egyfajta ilyen óvatos kritikai él is, hogy hát igazából ti nem tesztek különösebben sokat hozzához, mint hogyha így akárki beült volna oda. És ez egyfelől igaz, másfelől, aki próbált már életében valamiből tartalmat csinálni, azt tudja, hogy igazából elég sok munka van abban, hogy valami úgy nézzen ki, olyan hangulat legyen, mint hogyha csak úgy oda beült volna valaki, hiszen valójában nem csak úgy beült oda valaki, eleve van ott egy kamera, ami oda került, valahol van az az autó, valami történik vele, valami hangzik pont éppen el abban az egyébként olyan hangvételben, mint hogyha ez bárki lehetett volna, szóval ez a része melós volt. De nagyon jól éreztük közben magunkat. És hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, aztán én eljöttem ugye a TC-ből 2007-ben, amikor 5 éve ment a tévéműsor, pont azért részben, mert elviselhetetlen mennyiségű munka volt körülötte, tényleg a szó legszorosabb értelmében az év bármelyik, és leginkább az összes napján, minden napszakban tök mindegy, minden mindegy volt. És amúgy is, tehát egy kicsit nehézzé vált a benti dolgoknak a menedzselése olyan szempontból, hogy ugye nekem egyszerre kellett volna ott a vállalatot vezetni, azért kaptam a fizetésemet, ami ráadásul addigra iszonyú mértékben kinőtte magát, mert nagyon sok minden, eleve tényleg fizikailag is, vagy nem tudom, így az elért emberek számát tekintve is iszonyú nagyot nőttünk az első 7 évben, de közben ott mindenféle volt, a tévéműsor volt, rádióműsor volt, könyv volt, tehát nagyon sok felé mentek a kiadványok, a website az iszonyú nagy volt a magyar akkori internethez képest, és azon belül is nagyon sok, ugye engem nagyon érdekelt az internet csinálása, tehát az internettel kapcsolatos foglalkozás, menítettük a népítéletet közben, ami szerintem így a legmenőbb dolog volt az akkori magyar interneten, az ilyen fogyasztói visszajelzés gyűjtése és adatbázis berendezése szempontjából, és mindegy, volt még egy sereg másik ügy. És egy ponton úgy éreztem, hogy ez nem
egyszerűen nem vihető tovább, ráadásul kifelé ebből az egészből igazából csak az látszott, amit írtam, vagy tévéztem. És az is egy nagyon furcsa állapot, amikor az energiáidnak egy nagyon nagy része az a jéghegy alatti dologgal foglalkozik, és az, hogy te igazából jó-e, amit csinálsz, vagy nem, az meg tök más, tehát az teljesen másból jön. És akkor valahogy így pont úgy találkoztak az ösztönzők egymásra, hogy ez tolt egy kicsit kifelé, és az Index meg akkor az akkori menedzsmentje megkeresett, hogy szeretnék komolyan gyártani, vagy komolyan venni a videógyártást, meg a videó, saját videós ambíciókat, meg megvették az akkor még Videobomb néven az előcégét az Indavideónak, és akkor mi lenne, hogyha én ezt elvállalnám, hiszen végül is én vagyok nem csak a cégcsoporton belül, igazából összességében Magyarországon akkoriban nem nagyon volt olyan ember, akinek pont azok a speciális típusú tapasztalatai gyűltek volna össze. Tehát itt most nem önfényezek, hanem azt mondom, hogy így úgy sodródtak a dolgok, hogy én ugye internetes céget vezettem addigra, internetes technikai megoldások fejlesztésével foglalkoztam, tévéműsorban szerepeltem, vállalatot vittem, ilyenek, tehát pont olyan azokhoz a dolgokhoz kezdtem el ott így valamennyire érteni, amit az Index akart. Plusz ismertek, és tudták, hogy átlátható gazdálkodást, prudens átlátható gazdálkodást viszek, mert az Index tulajdonában volt a TC, tehát a könyvekbe igen jól beleláttak, és akkor ezért váltottam. De a váltással is úgy maradt azért, hogy a tévéműsorban meg benne maradtam. Tehát a tévéműsor ebben az időszakban pont egy kicsit meg volt szűnve, de aztán, amikor hullámokban újra meg újra elindult, akkor azt ugyanúgy a Winklerrel vittük tovább, és a közös tévézés az tök jó buli volt, meg a közös rádiózás is tök jó buli volt, csak hát ugye mostanra már nincs tévéműsor, és ő meg egy tök másik helyen dolgozik évek óta. Melyik áll hozzád a legközelebb? A televíziózás, a rádiózás, az újságírói éned, vagy akár a cégvezetés, ügyvezetés, az interneten való tartalomgyártás? Melyiket szereted leginkább csinálni, vagy melyikben vagy a legerősebb? Meg hogyha megnézzük a másik oldalát, mi volt az a rész, amit kifejezetten nem szerettél csinálni? Hát, ezen én is sokat szoktam gondolkodni, ez kiváló ilyen midlife crisis önmarcangolás, hogy akkor én most végül is micsoda vagyok, menedzser vagyok, vagy ilyen nerd, aki ilyen megoldásokon szeret gondolkodni, ilyen mérnökszerű valami, vagy bóc, vagy író, és ezek napról napra változnak, hogy mit gondolok, hogy akkor ezek közül melyik vagyok én inkább, és semmivel se jutottam közelebb a megoldáshoz az eddigi 46 év alatt. Egy valaminek lenni az embernek? Nem biztos, hogy baj az, hogy 4-5 területen is jól működik? Nem, szerintem pont ez az igazság, hogy akkor úgy, azzal olyankor voltam a legkiegyensúlyozottabb vagy vidámabb ebben az időszakban, amikor több mindent lehetett ebben kombinálni. Nem árt, ha van köze valamennyire az autókhoz, de az is, tehát az autózás és az autók szeretetén túl valójában az autókkal foglalkozást is sokkal szórakoztatóbbá tette, hogy van benne egy olyan jellegű írtózatos váltás, mint ami most az elektrifikáció körül történik, mert azért nem unja meg az ember a 23 évek keresztül azért így úgy amúgy valamennyire mindig autózás fókuszú tartalom csinálást, mert benne van minden. Tehát az autó nem ér véget ott, hogy elfér az ember az első ülésen vagy a hátson, hanem tényleg az egész világ leképeződik benne, mert végtelenül komplex, nagyon sok rész, fizikailag is sok mindenből áll össze, nagyon érdekes a működése, nagyon érdekesek a megszületésükre vonatkozó szabályok, az, hogy milyen hatást gyakorolnak az épített környezetre, amiben élünk, hogy hogyan lehet velük hogy lehet hozzájuk viszonyulni, hogy mit fejeznek ki, hogy mi van velük, amikor már nem használjuk őket. Tehát a végtelenségig lehet sorolni, és attól marad érdekes, hogy ezekkel mind lehet különböző időszakban valamelyik részével éppen foglalkozni, meg hogy a világ átalakulásával mi történik az autókkal is, és fordítva, hogy az autók mit csinálnak a világgal, az is egy iszonyú érdekes, önmagában hosszú órákon át boncolgatható folyamat. És
És én összességében arra jutottam szintén a kérdésre válaszolva, hogy amikor nettó menedzser, tehát nekifutottam annak is, hogy csak menedzserkedem, az Index videós évek azok ilyenek voltak, hogy ahogy mondtam is, hogy ott a szerintem sok esetben zseniális tartalmakhoz nekem semmi közöm nem volt azon kívül, hogy engedtem nem megszűnni a céget az emberek feje fölött, akik azt csinálták. De nettó managernek igazából nem vagyok annyira jó, mert nem érzem magam közben annyira jól, és mert szóval iszonyú sok energiám megy arra, hogy elviselem, és megpróbálom jól csinálni, és a végeredmény az eredmények alapján így visszatekintve, hogy végül is nem csinálom rosszul, mert az a számokon látszik, de nem érzem magam annyira jól, és nem pesget az annyira, hogy most akkor hogy lehetne valamit jobban megcsinálni. Ami már az internetfeltalálás részét illeti, azt már rohadtul élveztem, és az már mindegy. Tehát az, hogy az ember UX megoldásokon töri a fejét, vagy amikor a Grétát csináltuk, akkor teljesen hagyományos értelemben vett mérnöki problémákon töri a fejét, az már ugyanolyan szórakoztató, és az, hogy egy cikkhez, vagy egy videóhoz valamilyen gegen, vagy akármint töri a fejét, az is ugyanannyira szórakoztató. Tehát abban már igazából én magamban nem érzek semmilyen különbséget. És akkor az írás versus tévés bolt, vagy ilyen videóval boltkodásnál van még az, hogy azért beszélni könnyebb, mint írni nekem. És sokáig úgy voltam vele, hogy a komoly dolog azért az, ami le van írva. De annyira nem ebbe az irányba megy a világ mostanra, hogy én is most már sokkal többet beszélek, és sokkal kevesebbet írok, pedig továbbra is azt tartom, hogy a fogyasztásom az a fordítottja, hogy az időm 99%-ában olvasok, és nagyon-nagyon-nagyon kevés videót nézek, podcastet hallgatok ilyen tehát a munkába úgy hivatosan nem törthető időben, amikor egyedül vagyok, ha vannak ilyenek, tehát autóban, vagy közlekedéskor, vagy házi munkavégzések közben, amit időnként szoktam, akkor hallgatok podcastet, de videót nagyon keveset nézek, és nem azért, mert lenézem a műfajt, hanem mert lassúbb. Mármint abban az értelemben, hogy sokkal nagyobb tud lenni az információ sűrűsége, ha leírt szöveget olvasol, ahhoz képest, mint hogyha egy valamilyen kötött ritmusú dolgot nézel, mondjuk. Tehát tömörebb tud lenni az írott szöveg. De átfordult, hogy szinte csak videót csinálok, és szinte csak írott szöveget olvasok közben, több különbözőben, és nem tudom még, hogy hosszú távon ezek közül melyik marad meg, mert igazából mindegyiket szeretem. Hát iszonyatosan kevés időnk maradt, de szerintem megint meg fogunk abba egyezni, hogy mindenképpen folytatjuk, mert nem tudtuk kifejteni az elektromos autózásnak a jövőjét, az iparát, kicsit megismerni, stb. Megbeszéltünk volna a motorsport és a hétköznapi autózásnak a kapcsolatáról, az is egy érdekes téma lett volna. Én nagyon szívesen beszélek mindezekről is, az egy fontos tanulsága mindannyiunknak, hogy ami nagyon érdekel, azt az elején kell megkérdezni, mert különben... Jaj, elszalad az idő. De azért nyilván zárásként egy picit azért térünk ki arra is, hogy nyilván a Tribün életében jelentős tartalommennyiséget tesz ki az autó- és motorsportnak a megismertetése, aktualitása, stb. Forma 1 és mindenen keresztül. Téged mennyire érint az autó- és motorsport világa, mennyire vagy szurkoló, mennyire vagy ilyen szempontból benne, illetve hogyha ez nem is annyira, akkor mennyire érint a motorsportnak a jövője? Akár mondok egy példát, Forma 1 Zero Emission 2030-ban. Ez lehetséges egyébként az autó- és motorsport az sportban, hogyha 2 percben kell megválaszolni. Ajaj, lehetetlen. Igazából őszintén nem. Tehát az egész Zero Emission SD az egy ilyen nagy humbug, mindaddig, ameddig abból indulunk ki, hogy ezek belső égésű motorok. Ugye általában az, hogy a szintetikus üzemanyagok, és kivonjuk a légkörből a széndioxidot, de azt is csak tiszta árammal, és abból csinálunk szintetikus benzint, és azt elégetjük, hogy ez az egész az egy elég nagy fából vaskarika, és mint ilyen hülyeség. De ha ugyanide tartozik az is, hogy az elektromos autók arra a típusú, tehát az elektromos meghajtás arra a típusú versenyzésre, amit a Forma 1 jelenleg csinál, tehát olyan
hosszúságú versenyek, olyan tempóval, olyan jellegű autókkal, azt egyelőre nem tudja, nem triviális, hogy addigra tudná-e. Igen. És igazából tényleg az van, hogy kurvára hozzátartozik ez a hang, az ezekkel nem lesz olyan soha. A formulaiben azt tapasztaljuk, hogy miért. Igen, hogy nem lesz olyan soha, és lehet egyébként, hogy egy idő után annak minél fiatalabb valaki, minél inkább, tehát ha valaki a formula, ha nem is létezett volna soha a Formula 1, hanem valaki most születik meg, csak Formula E-t lát, amellett átcsorogott, úgy az kapja el kisgyereként, simán lehet, hogy egy idő után nem hiányzik neki, mert más dolgok kezdik el megragadni benne, meg más dolgokra fog figyelni. Ezt nem tudjuk, mert ez egyszerűen mi nem ebbe születtünk bele, nekünk ez már így nem derül ki. Szóval ezt a felét nem tudom. Ami a személyes motorsportos viszonyomat illeti, soha nem követtem el kötelezetten semmilyen motorsportot se, hanem koca néztem ezt-azt, koca nézni bármit szeretek, és nagyon szerettem a népi motorsportok egy részét, ugye a drift volt elsősorban ilyen, amit én nagyon szerettem, pont a végtelen ilyen mókás szabadsága miatt, tehát hogy a driftelés az olyan, mint amikor valaki deszkázni jár le a térre csak autóval. És azt most is nagyon szeretem, és egyébként azt tartom, hogy autóvezetés tanulásügyi hasznossága is mérhetetlenül magas. Rá is beszéltem annak idején a Mihalis Norbit, hogy jöjjön el drift edzésre, és odaadtam neki az autómat, amikor BMW-vel ment még a VTCC-ben, mert hogy mennyire jó móka, és egyébként mennyire hasznos. És nyilván ide tartozó zárójel, hogy kurva ügyes volt volna nagyon hamar. De tanult egyébként? Vagy rakódott rá? Nagyon élvezte, hát most ezt nehéz lenne megmondani, hogy egy alkalomból mennyi rakódik rá, de úgy tűnt, mint akire rakódott. Tehát az biztos, hogy a tanulási görbéje, hogy milyen sebességgel fejlődik valaki hány perc alatt, az drámai volt bárkihez képest, akit én egyébként így az első lépésein végig kísértem ebben a sportban. Szóval nyilván nem véletlenül lesz valakiből valami, vagy valaki, és ez ugyanez igaz lenne a kis Norbira is, majd, hogyha bejön a stúdiótokba, hogy ez bele is pont ugyanígy történt volna biztosan. És ami meg nagyon érdekelt a motorsportban mindig, és azóta is nagyon szeretem, egyrészt nagyon jó sztorik vannak benne, főleg a régiben, másrészt engem iszonyúan szórakoztat a mérnöki tartalomnak, tehát a műszaki tartalomnak a fejlődése és az alakulása és az annak a megértése. Tehát ebből a szempontból például én nagyon lelkes Weber Gábor életműrajongó vagyok, aki szintén nagyon szeret belefordulni a látszólag jelentéktelen kis fisz-fasz dolgoknak, hogyan illeszkedik ez mégis a nagy aerodinamikai összképbe és hasonlóba. És közben meg úgy adja át a tartalmat, meg ezt a szakmaiságot, hogy mindenki számára is fogyasztható. Igen, meg érzed rajta, hogy élvezi, tehát hogy ő se kényszeríti aztán senkit arra, hogy mélyen... Jobb, ha számolgassan. Igen, és de szereti és csinálja, és ezt a részét, ezt rohadtul szeretem a motorsportnak. És a saját hülye autós projektjeimnek is ugye az eleje az sok esetben valahogy a személyes motorsport részvétel köré kapcsolódott. Ugye volt Hacsirokuból csinált autóm, pályautóm, meg van a hangyász, és annak meg minden részét imádom. Tehát abban minden találkozik ezek közül, mert lehet számolgatni, tervezgetni, gondolkodni, vezetni, megpróbálni, megérteni, hogy ami történik, az hogyan függ össze azzal, amilyen az autó éppen, hogy mit húzunk meg, mit lazítunk meg, mi legyen más, hogy hol volt elrontva, hogy állunk neki legközelebb, ilyesmi. És ez az egész innentől egy ilyen kerek egészként kurva jó. Cserébe tök sokszor fölmerül, hogy milyen érdekes, hogy miért nincs tartalom például a hangyászról, és akkor rájövök, hogy azért, mert annyira szeret, tehát amikor azt csinálom, amikor tényleg azt végre ne, az magamnak van, tehát hogy azért megyek el a pályanapra, mert én akarom jól érezni magam közben, azért pöcsölünk vele, amikor a műhelyben pöcsöltünk vele, hogy legyen jó, és igazából nem akarok közben kamerát, nem akarok közben beszélni róla, nem akarok közben tartalmat csinálni, mert akkor munka. Ha meg csak az van, hogy végre jól érzem magam abban a, nem tudom, átlagosan évi egy napban körülbelül, amennyire ez most így kijön, hogyha leátlagolom az utóbbi évekkel, akkor azok meg legalább az én becsületes saját pillanataim. Hát azt hiszem, levonhatjuk azt a következtetést, hogyha esetleg még visszatérsz hozzánk, akkor egyből kezdhetnénk akár a saját építésű autókkal, akár a hangyásszal, illetve utána egy következő adásba pedig az elektromos iparra egy kicsit visszatérhetünk, de legalább most egy picit megismerhettünk téged, és azt, hogy mihez, hogy állsz hozzá, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!